Neymar és Griezmann érkezésével összeállhat az MSNG elnevezésű támadó négyes a Barcelonánál. Íme négy lehetséges felállás, amelyeket Zidane alkalmazhat majd a következő szezonban a Real Madridnál. Rivaldo Messi és Neymar védelmére kelt Luis van Gaallal szemben. Kiderült, mennyit is ér valójában Kylian Mbappé. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb foci híreit. A brazil válogatott egykori kiválósága Rivaldo nem ért egyet Luis van Gaallal, aki Lionel Messit és Neymar tette felelőssé klubcsapataik gyengébb bajnokok ligája szerepléséért. Mint ismerte, a 67 esztendős holland tréner az El Paisnak adott nyilatkozatában beszélt arról, hogy nézetei szerint az argentin és a brazil klasszis sem csapatjátékos, mivel egyikük sem veszi ki a részét a védekezésből, és ennek is köszönhető, hogy sem a Barcelona, sem a PSG nem tudta megnyerni a BL-t az elmúlt években. Rivaldo azonban védelmére kelt a két klasszisnak, szerinte ugyanis egyszerűen arról van szó, hogy Van Gaal mindig is egy átlagos képességű tréner volt, aki soha nem szerette az olyan játékosokat, akik levonnak az edzők érdemeiből. Pályafutásom során sok olyan edzővel találkoztam, akik nem kedvelték a Messihez, Neymarhoz, vagy éppen Cristiano Ronaldohoz fogható zseniket, mert a sikereket mindig az ilyen futballistáknak tulajdonították, és nem nekik, ami nem volt összeegyeztethető a túl nagy egójukkal. Általában az ilyen edzők szokták azzal megvádolni a különleges képességű futballistákat, hogy csak önmagukért játszanak és nem csapatjátékosok. 24 éven keresztül futballoztam, így tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy sok edző csak átlagos játékos volt, vagy egyáltalán nem is fociztak előtte. Ma edzőként viszont azt várják el, hogy a csapatuk csapatként játszon értük, hogy a sikerek esetén őket illesse meg az elismerés, írt a közösségi oldalán a korábbi aranylabdás játékos, hozzátéve azt is, hogy bár a csapatjáték valóban nagyon fontos, azonban minden valamire való együttesnek szüksége van olyan játékosokra, akik képesek a különbséget jelenteni a pályán, és egy-egy villanással akár meccseket is el tudnak dönteni. Van Gaal és Rivaldo egyébként igen jól ismeri egymást, hiszen 2000 környékén dolgoztak együtt a Barcelonánál. Kapcsolatuk már akkor sem volt felhőtlen, sőt a brazil játékos saját bevallása szerint 2002-ben épp a holland edző miatt távozott a gránátvöröskékektől. A francia L'Équipe elnevezésű labban megjelent egy cikk Kylian Mbappé valódi ára címmel, amelyből többek között kiderül, hogy a Paris Saint-Germain mennyi pénzzel tartozik még a Monakónak, mint ahogy az is, hogy egy érdeklődő klubnak mennyit kellene fizetnie ahhoz, hogy elengedjék őt a francia fővárosiak. A most 20 esztendős játékos két évvel ezelőtt 180 millió euró ellenében igazolt a PSG-hez egy soha nem látott ügylet keretében, amely egy kötelező vételi opciót is magába foglaló kölcsönvételt és bónuszdíjakat tartalmazott. Mbappé első lenyűgöző szezonja után a párizsiak átutalták a Monaco által meghatározott 145 millió eurós vételárat, a 180 millióból fennmaradó 35 millió euró pedig bónuszok formájában kerül majd kifizetésre. Egyesek azt értik, hogy a bónusz összege egy meghatározott mérkőzés számon vagy a megnyert címeken alapul, ám jelen esetben egyáltalán nem erről van szó. Úgy tudni, a Monaco akkor fogja megkapni a PSG-től a 35 millió eurót, ha a következő két forgatókönyv valamelyike megvalósul. Vagy eladják a játékost a szerződése lejárta előtt, ami egyébként 2022-ben lesz esedékes, vagy ha hosszabbítanak vele. A Monaco csak is akkor nem lenne jogosult a maradék bónuszra, ha Mbappé a szerződése lejártával ingyen távozik a párizsiaktól. Igaz, erre igen kevés az esély, így a hercegségbeliek minden valószínűség szerint előbb vagy utóbb megkapják a szóban forgó 35 millió eurót. Egyébként a L'Équipe szerint, ha egy csapat bejelentkezik a világbajnok támadóért, akkor egy 230 és 250 millió euró közötti ajánlatot kell benyújtania, ami messze meghaladja Neymar világrekordot jelentő 222 millió eurós vételárát. Ez azt is jelenti, hogy az árcédulája alapján csak néhány egyesület engedhetné meg magának a szerződtetését. Az egyik ilyen a Real Madrid, amely régóta érdeklődik a játékos iránt, és a legutóbbi hírek szerint a királyok jövő nyáron mindent elkövetnek majd a megszerzéséért. A Real Madrid ügyeiben mindig jól értesült AS című sportnapilap szerint Zinedine Zidane vezetőedző a következő szezonban nagy változtatásokat kíván eszközölni az együttes felállásában, amelynek egyik központi alakja Paul Pogba lenne. A francia tréner szeretné teljesen megreformálni a királyi együttes taktikáját a második edzői időszaka alatt, emiatt is kérte a vezetőségtől Ferland Mendy, Eden Hazard és Luka Jovic leigazolását, és ezen okból szeretné Paul Pogbát is együttesében látni, vagy ha őt végül nem sikerül megszerezni, akkor a Christian Eriksen, Fabian Ruiz kettős valamelyikét.
Elképzelése szerint ezen játékosokkal sokkal dinamikusabbá válik majd a csapat támadó játéka, ami az előző, balul sikerült szezon során nem igazán volt jellemző a blankokra. Az ASZ összegyűjtött 4 lehetséges felállást, amelyeket Zidane az új játékosokkal kiegészülve alkalmazhat majd a következő szezonban. Az alapfelállása 4-3-3 lenne, amit a francia edző első, rendkívül sikeres reálos időszakában is alkalmazott, illetve amit az idei szezon hajrájában is, ami viszont nem sikerült túlfényesre. Ebben a hadrendben a középpálya közepén Toni Kroos kapna szerepet, és elsősorban védekező feladatokkal lenne megbízva. A német játékos azonban nem túlságosan rajong ezért a posztért, és néhány meccsen már tavaly is láthattuk, hogy a játék sem igazán megy neki ott, így nincs kizárva, hogy inkább Casemiro játszana a helyén, aki sokkal erősebb védekezésben. A másik két középpályásnak, Luka Modricnak és Paul Pogbának pedig a támadásokat kellene segítenie, míg elől az Hazard, Benzema, Vinicius, esetleg Asensio 3-as rohamozná az ellenfél kapuját. A második felállás a klasszikus 4-4-2 lehet Jovicsal és Benzemával a csatársorban. Itt Modric irányítóként tűnne fel, mellé pedig Pogba kerülne, mint szűrő középpályás. A támadó szekció két szélén Vinicius és Hazard kapna lehetőséget. Jó lehet, ez elsőre igen merész húzásnak tűnik, de ismerve a két játékos fantasztikus képességeit, ez akár még jól is elsülhet. A harmadik hadrend a 4-2-3-1 lehet. Ennél a felállásnál Zidane két védekező középpályást küldene csatasorba, míg Modric egy sorral feljebb kerülne, és így a horvát aranylabdás szabadon szervezhetné a csapat támadó játékát. A negyedik pedig az úgynevezett gyémánt felállás, a 4-3-1-2, amit Zidane korábban már alkalmazott néhány alkalommal, ráadásul egészen sikeresen. Akkor Isco szerepelt a támadók mögött, most azonban Hazard kapná meg ezt a szerepet, feladata pedig a Benzema-Jovic csatárduó kiszolgálása lenne. Ahogy az a felállásokból is kitűnik, a védelem egyik hadrend esetén sem változna, sőt nagyjából ugyanazok a játékosok alkotnák a hátsó részt, mint korábban is, vagyis Sergio Ramos, Rafael Varane és Dani Carvajal, Marcelo helye viszont Mendy érkezésével bizonytalanná vált. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Paris Saint-Germain brazil támadója Neymar a következő szezontól újra az FC Barcelonát fog erősíteni, miután a Katalán Sport című napilap keddi számában arról számolt be, hogy a játékos a személyes feltételeket illetően már mindenben megegyezett a gránátvörös kékekkel. Ahogy az a keddi videónkban is elhangzott, a Barca vezetősége 3 feltételhez kötötte Neymar visszaigazolását. Az első, hogy csökkentse a fizetését, a második, hogy vonja vissza a pert a klub ellen, amit azért nyújtott be, mert állítása szerint nem fizették ki neki a 26 millió eurós hűségbonuszát, a harmadik pedig, hogy álljon ki a nyilvánosság elé és jelentse ki, hogy hibát követett el, amikor 2 évvel korábban úgy döntött, hogy elhagyja a Barcelonát. Neymar állítólag gondolkodás nélkül elfogadta a Josep Maria Bartomeu elnök által szabott feltételeket, és meg sem próbált egyezkedni, ugyanis a játékos tökéletesen tisztában van vele, hogy a Barszának nagy erőfeszítésébe, ezzel együtt pedig rengeteg pénzébe kerül majd, hogy visszaigazolja őt. Ezt követően viszonylag gyorsan megállapodtak a felek, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy Neymar közölte, készen áll a jelenlegi fizetését jelentős mértékben csökkenteni. A brazil sztár nagyjából 37 millió eurót tehet zsebre évente a Paris Saint-Germainnél, amivel Lionel Messi mögött a világ második legjobban kereső játékosának számít. A Barca ezzel szemben egy mindössze 24 millió eurós fizetést kínált számára, ami 13 millióval kevesebb a PSG-s keresetnél. Ez egyébként körülbelül annyi, mint amennyit az eligazolás előtt keresett a spanyol együttesnél. Ám Neymart jelenleg egyáltalán nem foglalkoztatják az anyagiak, ugyanis számára most az a legfontosabb, hogy ismét egy olyan csapatban futballozhasson, ahol örömét leli a játékban és régi fényében tündökölhet. Ezért sem jelentett számára problémát, hogy rábólincson a katalánok ajánlatára. A jelentések szerint a játékos 5 éves megállapodást ír alá a Barszával, feltéve persze, ha a spanyolok meg tudnak majd egyezni a brazil jelenlegi párizsi klubjával. Neymar egyébként más csapatoktól is kapott ajánlatokat, többek között a Real Madridtól is, de ő mindenképpen a barcelonai visszatérést részesítette előnyben, annak ellenére, hogy a királyok állítólag sokkal jobb anyagi feltételeket kínáltak számára. Időközben a spanyol ász franciaországi sajtóhírekre hivatkozva arról számolt be, hogy a Barcelona már meg is tette első ajánlatát a PSG-nek, amit ugyan a párizsi klub visszautasított, de a két klub közötti egyeztetések tovább folytatódnak majd ezen a héten. Hogy pontosan mit tartalmazott ez az ajánlat, arról nem érkeztek pontos információk, de annyi biztos, hogy nem volt elég jó a franciáknak. Mint ismert, a Paris Saint-Germain 2017-ben világrekordnak megfelelő
222 millió eurót fizetett a brazil klasszisért, ennél kevesebbért pedig ők sem akarnak megválni tőle. A Barca ennyit biztosan nem tud fizetni érte, így sokkal valószínűbb, hogy egy bizonyos pénzösszeg mellett egy vagy két játékosukat is megpróbálják belevonni az üzletbe. A legújabb pletykák szerint ez a két futballista Ousmane Dembélé és Philippe Coutinho lehet. Előreláthatóan hosszan elhúzódó tárgyalásokra van kilátás, ugyanakkor az O Globo brazil lap szerint végül sikerül majd egyességre jutniuk a feleknek. A spanyol lapok egyébként már-már biztosra veszik, hogy a brazil mellett Antoine Griezmann is érkezni fog idén-nyáron a Barcelonához, velük pedig összeállhat minden idők egyik legjobb támadó négyese, amelyet Messi, Suárez, Neymar és Griezmann alkotna. Elsőre ugyan nehéz elképzelni, hogy mind a négy támadó ott legyen a Barca kezdőjében, de ha figyelembe vesszük a pályán betöltött szerepeiket és természetes posztjaikat, akkor ez egyáltalán nem tűnik lehetetlen küldetésnek. Ezzel kapcsolatosan a Marca egyik csütörtöki cikkében három lehetséges taktikai hadrendet is felvázolt. Az első a 4-2-4-es felállás, ebben az esetben a középpályán Busquets és De Jong kapna szerepet, a jobb szélen Griezmann, a bal szélen Neymar, a két előretolt támadó pedig Luis Suárez és Lionel Messi lenne. A második a 4-2-3-1-es szisztéma, amely talán a legéletképesebbnek tűnik, itt a Messi, Griezmann, Neymar trió segítené a középcsatárként szerepet kapó Suárez-t. Persze megeshet, hogy Ernesto Valverde edző egy megerősített középpályával szeretné harcba küldeni csapatát, ebben az esetben 4-3-3 lenne az együttes hadrendje. Itt viszont az egyik támadóját be kellene áldoznia a trénernek, ez várhatóan Luis Suárez lenne, helyette pedig Ivan Rakitic kerülhetne a kezdőbe. Vagyis a középpályás hármast Rakitic, Busquets, De Jong alkotná, elől pedig a Neymar, Messi, Griezmann hármas rohamozná az ellenfél kapuját. Itt a brazil játékos a bal, a francia pedig a jobb oldalon szerepelne tükörszélsőként, míg az argentin csillag amolyan hamis kilencesként szervezhetné a játékot. Persze egyelőre mindez fikció, ám a dolgok jelenlegi alakulását elnézve igen jó esély mutatkozik arra, hogy a következő szezonban valóban összeálljon a Barcelonánál az MSNG elnevezésű támadó négyes. Ha tetszett a videó, akkor nyomd rá egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. További focis tartalmakért pedig látogass el a Tikitaka TV Facebook, illetve Instagram oldalára is.